Zsiga László magángyűjtő saját otthonában nyitotta meg kertmúzeumát, amely eddig is nagy sikernek örvendett. Ezt fejlesztette most tovább a gyűjtő, aki az abaúji konyha tárgyi emlékeit gyűjtötte egybe, és tárta most a nagy nyilvánosság elé. Az új tárlat megnyitóját Szikszó önkormányzata és a Herman Otto Múzeum Miskolci Galéria közös szervezésében tartották. A rendezvényen köszöntőt mondott Füzeséri József, Szikszó polgármestere, aki elmondta, hogy mennyire büszke a város civil kezdeményezéseire, mint amilyen a kertmúzeum is. A tárlatot Tóth Arnold, a Herman Otto Múzeum igazgatóhelyettese nyitotta meg. Azt gondolom, hogy Szikszó város önkormányzata nevében és magam nevében is elmondhatom, hogy egyre büszkébbek vagyunk erre a városra, mert azt hiszem, hogy ha meg tudjuk őrizni a múltat, és a múlt hagyományaiból tudunk építkezni, akkor egy nagyon szép kisvárost építhetünk. A képviselőtestület az elmúlt években nagy irányú terveket szőtt, és sok esetben elfelejtettük, hogy egy icipicit hátra is kell néznünk, és a múlt erősségeiből építkeznünk kell. Elvitt bennünket az az irány, hogy új gyárakat, új üzemeket, új munkahelyeket építsünk. És akkor, amikor így eljövünk ide, és látom azt, hogy azok a civil szerveződések, azok a jóérzésű emberek, akik egy icipicit odafigyelnek a közösségre, odafigyelnek egymásra, milyen csodálatos értékeket teremtenek, akkor büszke vagyok, mert azt látom, hogy talán már a polgármester nélkül is nagyon jól megy ez a város. Néhány évvel ezelőtt mi azt mondtuk, hogy abaúj kapuja vagyunk. Ma azt mondjuk, hogy abaúj motorja szeretnénk lenni, vagy sokan már azt is mondják, hogy abaúj motorja lehetünk. Nem azért, mert a polgármester vagy a képviselőtestület jól dolgozik, hanem azért, mert olyan emberek vannak, akik a saját tevékenységükben valami nagyot alkotnak. Időszakos kiállítást is megtekinthettek az érdeklődők. A Komplementum egy kortárs képzőművészek köcsök festései című anyagot Urbán Tibor képzőművész mutatta be. A megnyitón közreműködött Boncsér Gábor etnográfus, tárogató művész és a szikszói református gyermekkóros Mező István vezetésével. Ha én abuval élnék, mint más, megölne engem a sírás, megölne. Igyatok, egyetek, nagy begyet rakjatok, hogyha hazamentek, ne panaszkodjatok. Ha ittatok, ettetek, innen bizony menjetek. Félem van már a hordó, nem éri el a bordó. Sőt, hozza világoknak most első bajom. Erdő közepében járok, egyszer majd rád találok. Csillagom vezess, én utánad megyek. Erdő közepében járok, egyszer majd rád találok. Csillagom vezess, én utánad megyek. Fehér ingem tiszta legyen, olyan, mint a hó. Látok engem, el ne érjen, ne bánthasson a szó. Erdő közepében járok, egyszer majd rád találok. Csillagom vezess, én utánad megyek. Erdő közepében járok, egyszer majd rád találok. Csillagom vezess, én utánad megyek. Erdő közepében járok, egyszer majd rád találok. Csillagom vezess, én utánad megyek.